február 20-án Gödöllőre látogatott Iván Gašparovics, szlovák államfő. A Városházán Gémesi György polgármesterrel a magyar és szlovák önkormányzatok együttműködésének lehetőségeiről tárgyalt. Gémesi György gödöllői emléktárgyakkal ajándékozta meg az államfőt, amelyek a szlovák elnöki palota kiállítását díszítik majd. A megbeszélés után Iván Gašparovics megtekintette a polgármesteri hivatal régi Gödöllőt bemutató kiállítását, majd kézjegyével látta el a Világbékegong emlékkönyvét, és megszólaltatta a főtéren álló Világbékegongot. A látogatás a gödöllői királyi kastélyban folytatódott, ahol munkaebéd keretében az Európai Uniós Magyar Elnökség tapasztalatairól is szó esett. A szlovák államfő megtekintette a Grassalkovics kastély kiállításait, ahol külön figyelmet fordított a pozsonyi Grassalkovics kastélyt ábrázoló képre, mely épület jelenleg a szlovák elnöki palota funkcióját tölti be. Az uniós emléktárgyak közül a Herendi váza kapta a legnagyobb figyelmet, amin megkeresték a szlovák himnusz részletét is. A látogatás végén gödöllői gyermekek szlovák és magyar dalai csendültek fel a Barokk Színházban.